Temetés. Ez egy vázna, föl van kenve, és ezt meg így kell dolgozni. Lelőtték a templom tornyát Kövesnek, mikor bejöttek az oroszok. Tudjuk, a magyarok, a magyók úgy akartak védekezni az oroszok ellen, úgy gondolták, hogy tankkal jöttek, mert tudtuk, mert Miskolcon már értesítették a falut. Úgy gondolták, hogy a magyarok, hogy a tankban benzin van, tehát kihaltak egy kocsi szalmát, egy óriási okozat, és elterítették a beton, hogy arra jönnek, nem lehet. Aztán még hoztak a mérkocsikat, úgy egész nagy halom szalma volt. Na persze, az oroszok ficiltek rá, bejöttek, persze, ahol nagy szalma volt, azt mind belőtték. De úgy ám, hogy aztán később is nézték. Mi is ott adnunk a fő utcán, és bejöttek a tankok, hatalmas szörnyek voltak, borzalmasan néztek ki. Amelyik ablak be volt csukva, mindenhol belőttek. Tehát, ahogy jöttek be, szerencsés, hogy egyik oldalra, a jobb oldalra, nem tudom miért. Szóval jöttek be, végig belőttek. Akár volt ott valaki, akár nem érdekelte őket, végig aztán kimentünk, szerencsés, nem fordultak vissza. Minden esetre velünk szemben lakott a keresztapám, egy híres tanító volt. Ő csinálta matyuknak az első matyuk énekkart, ő vezette. Úgyhogy közismert volt a faluba. Na és ebben a feleség, az én keresztanyám, az is tanítom, ő volt, szólt neki, hogy Jóska, gyere be, ne állsz ablakba! És akkor ért oda a tank, és tüdőlőtték az a kapámat. Hát ez véletlenül a feleségeték volna. Képzel, ott lezett meg, és ez nem volt semmi. És be kellett vinni egri kórházba. Milyen keseresen, akkor ilyesmi autók, mert nem tudom, nem volt, hogy elvették az oroszok, ami mozogott. Na mindes, hogy szegény lelőtték. Még jó, hogy nem a fejbe lőtték, mert orosan ember volt, és nem lőtték valahol. Hát persze nem csak ők lőtték keresztül, ugye, hanem mentek tovább, és ahol ablak volt, be volt csukva, ugye, úgy bejöttek, ő számított. És sorba mentek. Ekkor született meg ez, kép. Egész jó ez a kép. Magyar temetés. Ott egy kocsit tettek. Na, egész jó. Ez jó, még a ráma is hozzá passzol. Ezek voltak a magyar házakat. Ilyenek volt. Örökesítem a kataszélét. Mezőkövet, ez egy köz. Ilyen volt a magyar házak. Végig az utcán, az egész mezőkövet. A házat úgy építették, megcsinálták az alapot, persze vajakból, utána az elejére, a két ablak között egy ilyen ágas fa volt, ilyen, azon végig toltak egy másik gerendát, a túlsó végén, ott is volt egy ágas fa, kettő emelték rá, az egész házat, súlyatlanak a nált, minden ezen volt. A tetejére egy kémény, ugyanazon fejeztem be, úgyhogy a kémény nem hiteles, mert kérdés szépen, mit mindig bátorral nézek, mert a tetején van egyszerű földre olyan cserépszerű dolgok van, amit az alattalmazott a négy tartója. Itt megy a kataszére, Kuzsuba. Ez a Kuzsaszé megvan még itt az átjáróba. Gyönyörű Kuzsu volt, Szűcs mellettünk rakott. Az iskolában volt a tanítórakásunk, és mellette volt közvetlenül egy Szűcsmester, nem is tudom, hogy hívták. Gyönyörű dolgokat csinált. Bőrre rávam valamelyek, az isítés mind. És ilyen, az öregem asszonyok szoktak mászkálni, a kantával úgy hívták volt ez a kanta. Ebben mindig tejet vittek a betegnek, vagy ismerősnek, vagy valakinek. Szóval így volt a matyó asszony. Nagyság, és akkor a kerítés is ilyen hozzám volt mindenhol. A kéménynek milyennek kéne lenni? Ugyanilyennek, mint ez, csak rosszul van megrajzolva. Érdekes, rosszul is szeretem, de hagytam így. Azért rossz ez a perspektíva szempontjából, tehát a látomány szempontjából, mert nem fele meg a valóságra. Tudjuk, az ember ott megy a kataszé, a feje ott van. Tehát a fejem fölött, ami van, arra kérdezik, hogy alá látok. Itt pedig nem lehet alá látni, mert viszintesnek van véve, rosszul. Tehát alá látom, alulról látom. Ennek olyan, mintha szemmagasságok volna. Alaptörvények, rajzolása. A kép, a szín, minden, de látod, utolsó életében, a következő éve, itt kövek vannak, látjátok, jobb oldalra, kerítés kívülása. Az illető, az utolsó kép róla, mert itt vannak ma kövek, telekésen udvar, telekó, oda épített egy házat, de nem ilyen szépen, hanem olyan kő, vakarsan, nem tudom miket. Meg sem közelíti ezt. Ez a
szép, még a tetőnek nézve, a nádnak a színe, fekvése, minden jó rajta. Azt kérdezik, a sarokkő. Ha jönnek a szekerek, én Szűk utca hozzá, ha befordult, rendszerint a szekérnek a végén mindig jobban meg jobban lekapik belőle. 80 cm magas volt az erőkő, de ahányszor fordult egy, hogy neki ment, mindig redőzött belőle. De az ellenzetes ház, de nincs olyan matyó utcasarok, ahol ne lett volna itt, persze beveszerték, mert a homorozat is befestették. A háznak a homorozatára mindig valami dísztettek. Az, kérdez szépen, olyan, hogy a háznak a teteje, az a gerince, az mindig kérdez szépen egy fordított V alakú. Tehát deszka van. Tehát, ha esik, akkor arról lepereg, tehát nem esik a háztető szegélyére, tehát nem ázik be. Ritkán van, hogy betemeti a tetőt. Különben is ott alatt a kemence. Ma persze ott van, ha meghosszabbítod az a kémény, akkor pont a matyó konyhának, kérdében, a tűzhely előtt, az ugyan a kemence van minden házban, de az a kémény van, ahol a lemegy, kérdében, ott egy a kemence van. Azaz, magyarul, alatta van a búbos kemence, amelynek a búbja a szobában ben van, viszont annak van egy eleje, ott a konyhának, ahonnan bele lehet tenni kenyereket sütni, mert mindenféle van jó szeletésztő, és a lángos, nem tudom, ismerhetik a lángos, csodafínom, és így meg kell sózni a zsírot, a halon a konyhában ott van egy kis egyény, főszögazdó, a rúgon keresztül halra, és benne van mindig egy rúttal összekötve. Tehát amikor én bementem a kataszüléhez, nem a kataszüléhez, az Erzsébéhez, a kis pamatidánásra hoz a férje, bementem köszönve, akkor a nyebbényi, és ő, jaj, itt van Zollika, mindig két ellen mondta, hogy Zollika, nem tudom miért. És persze a Zoltán nevet nem használta sose. Hőnzött a tetei, mert a föl, nincsen egy teteje volt, benne meg napra fogva olaj volt, mindig olaj az egész, megökkül olajba húzott. És fölnyitotta a tetejét, akkor megállt, akkor fogta a rúdtollat, és belemáltott a jó, legalább egy nagy kalé kenyeret, akkor bekente az egészet, és jó, megyült egy másik, egyébként olyan sót vett ki, és besózta szépen. Csodálatos íze volt, ma is a szószoros értelme, a számban van az íze, amely az olajnak. Persze ez iszlet, hogy bűnös volt bőrben, de jó megsosztam, meg az íze, meg az a levegő, meg az egész háznak a szaga, az mind összetartozik. Nem lehet, sajnos nem lehet a szóval rávinni. Szülaki öreg mondta azt, a földjelenték, hogy ma öreg. Valakinek a szülője. Úgyhogy minden öreg azt mondja, úgy először, hogy szülenérjén. Úgy, és akkor nem sértődött meg. Ez egy régi szokás. És a szagok is olyan volt. Persze a olaj napraforgó olaj volt, mindig napraforgó termeket, ez volt a napraforgó olaj. És az egész mezőköves úszott olaj szakba, télen-nyára. Voltak úgynevezett olajütők. Az olajütők részét egy gépezet volt, olajütőgép, vagy nem gondoljuk, ami kerekesen vagy nem tudom mire, hanem ez tulajdonképpen olajütő. Azért mondták annak, mert ilyen nagy vashengerek voltak, lukas. A olajütőben egy matyó ház volt, ugyanúgy, mint ebből többi. És arra egy nagy vas hengert húztak fel, és leengedték. Akkor az ráesett erre az olajhalmazra, amely ilyen hengerbe volt, vas hengerbe, és kiütötte belőle az olajat. Az meg ugye nyomásra engedett, a nyomásra, és lecsorgott a tűzhely lapjára, mert edényeket ezek a tepsőben mindig fölfogni, hanem mindig leöntötték üven edényekben. Ezt én nagyon szerettem, mert ez a sok tömény egymásra halmozott mag, hát ugye engedett a nyomásnak, és az ütésre végig már csak ütötték, és mindig lefogózták, rengetik a vashengert a hengerbe. Ottan, mikor már nem lehetett, csak az alja volt meg az összetve, persze mindig fölzönötti magam, mindig nyomták meg később, mikor már nem lehetett, akkor fölfúztak, és rengetik. Akkor kiütötte a súly a vashengerben lévő napraforgó magból az olajat, azért hívtuk olajütőnek. Sok volt ilyen, majdnem minden utcában volt, legalább egy ilyen rozog a házamban. Sokat tartom a Kispál Matyi bácsihoz, szerepes háza volt. El is nevedni a Kispál Matyás utcának. Szeszkőben aratás volt haza, levetkőztettem teljesen,
egy szobába készült benne. Úgyhogy levetett a szoknyáját, ott van jobb oldalon. Azért tettem, hogy milyen színek voltak a matyók egymás után. Nem akár, hogy vették fel, mert minden színnek megvolt az értelme. Mellé milyen szín, amellett milyen színnek, fölötte milyen szín. Hát kérdésképpen csak úgy hagyományok alapján milyen színek kerülnek egymás mellé 37-ben. Matyó menyecske, nem is menyecske ez, hanem Matyó Mária. Ez már ilyen volt a Mária lányok az őrzete. Hát minden, valamire van a mezőkönyvi megmozduláson mindig szerepel, sorba megyek. Most ez, a menyasszony írja, hogy pont ilyen. Ezt különbözheti megköszönjük a menyasszony, és hát a Matyó menyasszony, Mária lányok szól ugyanilyen mindenket. Hogy a kezébe gyertyát tart, ez menyasszony. A gyertyahelyet jó a könyvet tart, fehér kendővel besakarva, azt mondja, hogy menyasszony. Esküre így mennek. Ahol a különbsége, hogy díszesebbe öltöztetik fel, ugyanez a ruha Mária lányoknak, mert a menyasszonynak is, csak különbségben a menyasszony sokkal díszesebben. Tudni még a pártonom a feltetején, hogy nagyon szépen összem a díszítve, virágokkal, kék üvegekkel rendelni, és a tetején még magas búzakalász, onnan még megy fel, körülbelül jó alatt magasabbra. Búzakalász, nagyon szépen mutat, hogy meggyújt az aragot. Kocsvet kőzött le, szívesen akar, amikor mondtam valamit, hanem szívesen, még akkor is kívülhet el is. Most jött haza, arattak. Aratás volt. Muszáj kivinni az ebédet az aratóknak. És kérdezik meg, az bejött porosan munkából, fáradtam persze. És nem szólt semmi. Nem vagy fáradt. Azt mondja, hogy mi nem szoktunk fáradtak lenni. Torprásed lányok voltak. Levetkezett persze, megszerelve, valami pendelvó zajlók. És levetette a szoknyáját, ott hasznára tenítettem le, de úgy, hogy lássam tudni, a Matyó akármilyen színes volt. Arra rámoltam, hogy tarka, nem volt tarka, hát minden színnek megvolt a maga helye. Hova került, mi van mellette, milyen szín, lehet egymás mellé tenni, milyet mások. Azért tettem le a szoknyáját, hogy meglegyen nekem, hogy milyen színeket azok a viszintes dolgokat. Én azért látszik ilyen feszésnek, hogy a szoknya meg volt láncolva. A láncos szoknya volt. És a kis lehetőleg, hogy a színek egymás után közében nem akármit tettek. Ez meg volt jelentősége. Persze szobába festettem bent, elég sötét volt, az ablakon nyitották a barátnői. Tudom, 12 volt, voltam a visem, akkor volt vég a visének, és akkor a Matyósak kiáramlott a piac térre, templomból. Őrült talgaság volt, mert ez díszes soha. Ez csak ünnepkor, hogy karácsonykor voltam, hogy vették a az én hazám. Ilyen volt, gyönyörű volt. Mikor kijött a templomból százával, képzeljétek, főutcán le, meg föl. Mikor már kiálltak magukat, a regényekkel beszéltek, mert nem vonalba mentek a lányok, sem a regények, mint a kutyák, hanem a regények jöttek ki először, és a főutcán elfoglalták a középső részt, a házak előtt álltak, csizmába, kalapba, nagyon érdekes kalapjuk voltak. Sehol nem volt Magyarországon, ahogy csak őknek voltak. A kalaposok, Hortolányi Jancsi, csinált is nekem egy kucsmát emlékét.